Tóth Gergő vagyok, a Birds of a Feather és a The Wasted Sunset gitárosa és énekese. Sunsettel vannak most olyan tervek előttünk, hogy csinálunk egy dalt, klipet felveszünk hozzá és megjelentetjük, hiszen már nagyon régen jelentettünk meg bármilyen zenei anyagot is, de most úgy érezzük, hogy készen áll a jelenlegi formáció arra, hogy ezt a nagy közönség előtt elé tárjuk. Emellett pedig a szóló projektemmel a terv az az, hogy a nyáron talán rögzíteni tudjuk az eddigi dalainkat, amik saját angol nyelvű dalok, valamint vers megzenésítések. Petőfi Sándor vers Thank you.
társaim megzenésítésében nagyban közrejátszott a Téveszme nevű zenekar, egri zenekar, akik egy Ady Endre verset zenésítettek meg, és ennek hatására írtam én is az egyik versemet, ami szintén Ady Endrének a verse, az a Halál rokona, majd később még egy Ady verset zenésítettem meg, ezen túl pedig egy Petőfit és egy József Attila verset, ez a legutóbbi József Attila vers, ami talán leginkább közel áll hozzám, és jelenleg talán ez a kedvenc versem, amit így aktuálisan. Leginkább a napjainkban hatással van rám elsősorban egy magyar előadó, Áron Andris, akit leginkább apiként ismerhettek. Ő volt talán erre a szóló projektemre leginkább hatással. Emellett pedig olyan nagy csabai klasszikusok, mint az Ektomorf is nagy hatással volt rám. I never dreamed that I'd lose somebody.
Azon kívül, hogy vannak ilyen saját dolgok, azon kívül meghívást kaptam 2013-ban a Blind Myself nevű, már most nem létező underground metal zenekar gitáros posztjára, session zenészként. Így néhány koncerten részt vettem náluk, ezek főleg fesztivál fellépések voltak 2015 és 16-ban. Ami egy óriási élmény volt, és rengeteget tapasztaltam és tanultam az alatt, hogy, hogy velük együtt voltam, egy légkört szívtunk. Iszok nyát szagát, és akarom tőled, s a csóka szint, és sohasem válsz. Hogy tisztulhatna meg, hát a szállt. Látnak, hallnak, hogy szólsz, és hogy állsz. Nézd fel a homlokom, az ütközéstől. Nem
hogy érted el, hogy most tudjon szívem. Az én szememben kell kísérni. A saját dalaim szövegei javarészt hát ilyen belső vívódások, ilyen tipikus szerelem, meg az élet nagy kérdéseit próbálom boncolgatni, és nyilván nem jutok semmire, de imádom. Következő dalról tudok beszélni egy picit. Ezt a dalt azért írtam, mert az egyik barátom mutatott egy riportot, egy kisfiúról, akinek a betegsége az, hogy van ilyen bőrbetegsége, hogy bármi hozzáér, attól kisebb esélyük. És ezért egész életét úgy kell lenni, hogy be van fásnodva. Mindig és minden este fürdetéstől, akkor le kell menni a fásnodba. És a fürdés maga alatt, a víz hozzáérés és... És az a lényeg, hogy ez engem nagyon megfogott, mert szerintem így... Mert ilyen nyilvánvalóan szenvedés az egész, és tulajdonképpen ez a dal erről szól. Az Ossian nagy hatást gyakorolt rám, főleg a, hogy hívják azt a dalt? Paksi Endre című daluk nagyon nagy hatással volt rám, mert körszakál és lenyalt haj. Köszönöm.